következő vendégemnek 1000 arca van, de az is lehet, hogy 1001. És mesél. Nem csak történeteket, hanem az érzelmi skálát mondjuk 1-től 1000-ig. Hihetetlen módon tud nevetni és nevettetni, ugyanakkor sírni és megríkatni másokat. Ez valószínűleg genetikailag örökölte apukájától, Csákányi Lászlótól, miközben egész életében arra törekedett, hogy még véletlenül se az ő nyomdokain járjon, hanem saját jogon legyen ismert és elismert színész. Lett. Kaposváron, aztán a Katona József Színházban, a Krétakörben és Pintér Béláéknál lett a társulat oszlopos tagja. Ez utóbbi szerintem nem meglepő, hiszen ő mindig szeretett kísérletezni, szeret megújulni, mer egyedi lenni, hogy Pintér Béláékra utaljak, a tündöklő középszer őt aztán soha nem érdekelte. Sokáig szabadúszó volt, akkor egy kicsit azt érezte, hogy nem foglalkoztatják eléggé, pedig hihetetlen energiabomba és elképesztő a munkabírása. Na most aztán megint eléggé foglalkoztatják, mert hogy az Örkény Színház társulatának is a tagja. A Krizsó színpadán fogadják nagyon sok szeretettel Csákányi Esztert. Gyere, foglalj helyet, Eszter, drága! Ja, nem lett párna, azt mondták, lesz párna. Azt mondták, hogy lesz párna, hát kimondott ilyet, még sose volt, de... Nem baj, jó, oké, nem baj, semmi baj. Nem baj, csak nekem rövid a lábam, tudod? És... De mindegy, majd valahogy. De nem valahogy. Nem tudom, hát mert érted, hátra megyek, akkor... Na, mindegy. Ezt a pár percet kibírom. Kicsit kényelmetlen lesz azért. Ne, ez az a jó, mindig az a jó, az a jó. Azt néztem, hogy ma mivel örvendeztetsz meg. Na, melyik részemet? Az egész, tehát, hogy úgy ámblokk. Na, mutasd. Egy fél óráig kerestem, hoztam egy másik fülből, amit egy barátomtól kaptam karácsonyra, a Zöldi Gergőtől, egy gyönyörű szép... Na, tessék, nézd ide, bocsánat, még pár perc is lett. Na, mit szólsz hozzá? Igen. Mindegy, tehát a Zöldi Gergő, nem tudom, igen, jó, de szóval a Zöldi Gergő, jaj. Zöldi Gergőtől kaptam karácsonyra egy gyönyörű szépet, és most pont jó is lett volna, de valahogy mégis azt éreztem, hogy egy kicsit sok. Aha. De úgy sok, tehát, hogy magamhoz képest sok. Úgy alapvetően sok vagyok, de hogy ez egy picit több, úgyhogy maradtam a kis szerény, régi módi fülbevalomnál. De ez az alapvetően sok vagy, ez neked sok, vagy másoknak? Jaj, már szerintem mindenkinek. Én már magamnak tényleg nagyon sok vagyok, tehát már annyira idegesítem magam, de szerintem, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert eleinte mindenki kedveli ezt a sokságot, tehát aranyos, de jó, hogy ilyen sok. És aztán egy idő múlva már az idegeire megyek az embereknek, és néha magamnak is. De akkor ezzel szerintem már nincs egy darab barátod se, vagy? De barátom van. A barátok azok elfogadt. Az igazi barát az pontosan tudja, hogy kivel áll szembe. Tehát az nagyon jó. Inkább azt mondanám, hogy egy színésznővel barátkozni nagyon lehet, de mondjuk együtt élni az már egy nehezebb dolog. Tehát szerintem arról tudnának a férfiak mesélni a színésznőkkel való életről. De hát most nem fogjuk őket megkérdezni. Nem. Ennyi. Te is tudnál mesélni, nem? Abszolút. De nem fogsz? Nem. Sose szoktál? Nem. Hát ez egy ilyen kis titokcsomag. Na, de beszéljünk a karkötőiről, mert abból is van 5 millió darab a kötőt. Igen, a karkötők. Hát az ez meg... gyakorlatilag egy lánc, aha, amit addig erősködtem, amíg lett belőle karkötő. Ezek karkötők, és ez is karkötő, de... Igen, én ezeket nagyon-nagyon gyűjtöm, és ahogy jönnek, úgy el is vesztődnek sajnos. És így bővül a kínálat, vagy a készletem, de azért soktól el kellett váljak. És akkor eleinte, amikor még nagyon fiatal voltam, és nagyon ritkán lehetett kapni gyönyörű fülbevalókat, tehát ezt gyakorlatilag külföldről lehetett hozni, és akkor emlékszem, hogy... Franciaországban kaptam tényleg egy gyönyörűt, és akkor játszottam Pécsen a nyári színházban, és akkor így elvesztettem, és akkor ott a színpadon könyörögtem az embereknek, hogy előadás után ott a homokba, meg minden, keressük meg az én fülbevalómat, és hát nem találtuk nem meg, lett és meg. Akkor ne. És akkor éreztem ezt, hogy ez egy örök dolog lesz, hogy igen, el kell engedni bizonyos
tárgyakat el kell engedni. A tárgyakat akkor el kell engedni, de az extravagáns stílusodat aztán nem engeded el, mert hogy mindig törekszel arra, hogy a megjelenésedben is valami egyed... Mindig ilyen volt? Tehát fiatalon igen, is? Igen, igen, mindig. Tehát máshogy vettem föl a kardigánt, máshogy gomboltam, kicsikor, tehát valahogy igen. Tehát én például konkrétan emlékszem arra a történetre, hogy amikor általános iskolás voltam, akkor volt az, hogy kisdobosok voltunk. Aha. És akkor kellett ezt a kötelező két nyakkendőt hordani, és akkor az is probléma volt, hogy én nem itt fönt kötöttem meg, hanem lent. És akkor ez is, ott kösd meg, és mondtam, hogy de nem mindegy, rajtam van? Igen. Akkor nem mindegy, hogy itt kötöm meg, vagy itt. Tehát valahogy ez kiskorom óta motivált, hogy a dolgokat lehet máshogy is használni, és dolgokra más is gondolni. Tehát valóban ez a mai napig él benne. A szüleid ebben egyébként elnézőek voltak vele, támogattak, vagy próbáltak egy picit terelgetni, hogy ezt kell, lehet, hogy nem így kéne? Hát inkább azt mondanám, hogy mindig tudták, hogy én egy másfajta, van egy nővérem, hogy teljesen másfajta vagyok, mint a nővérem, és például konkrétan emlékszem egy gyerekkori kalapra, ami ilyen kis cseresznye, piros volt, és cseresznye lógott rajta. Tehát akkor az is egy extravagáns dolog volt. Tehát kicsi korom óta nyilvánvaló, erre odafigyeltek, hogy volt egy nagyon szép bundám is, tudom, hogy az olyan különleges volt. Tehát valóban az egyéniségemet egy kicsit egyengedték, de amikor már kaposvári színésznő voltam, és valóban ott tobzottam, tehát naponta ötször öltöztem át, de nem is tudom, hogy volt rá időm, de volt. És akkor egy kicsit már az apám azért így mondta, hogy azért egy kicsit szerényebben, vagy miért van neked erre szükséged. És hát ő nagyon elegánsan öltözött mindig, és akkor, amikor így együtt mentünk valahova, akkor mindig mondta, hogy úgy öltözködj, hogy veled megyek. És akkor egy picit szerényebbnek kellett legyek, de mondjuk például egy nagyon érzékeny téma volt a tornacipő, tehát az gyűlölte, tehát az első percben az apám gyűlölte a tornacipőt, és hát én imádtam. És különböző Csehszlovákiából, akkor még Csehszlovákia, onnan hoztam, csempésztem a tornacipőt, mert nem lehetett hozni, és akkor forgattam Csehszlovákiába, és ugye a taxival csempésztük át a különböző színű tornacipőket, és akkor lementünk az apámmal Veszprémbe a televízió fesztiválra, ahol együtt is léptünk föl, és hát ott együtt jelentünk meg, és akkor ott is mondta, hogy azért próbálj úgy öltözni, mondtam, jó. És akkor tudtam már, hogy egy csipke olasz tornacipő lesz rajtam, és a gála esten is abba fogok menni, és akkor így az autóba így benyomtam neki, hogy lehet, oké, csak hidd el nekem, hogy ez gyönyörű lesz ez a cipő, ez egy érdekes csipke tornacipő, és akkor hát borzalmasan ideges lett, de aztán nem tudott mit csinálni. Én úgy fogalmaztam apukáddal kapcsolatban, hogy nyilván genetikailag nagyon sok mindent örököltél tőle, de hogy sokkal törökkedtél arra, hogy mégse az ön nyomdokaiban jár, hanem hogy saját jogon legyél ismert és elismert. Igen. Ez tényleg így volt, hogy ezt most én csak így gondoltam, ez neked egy fontos dolog? Nem. Hát minden színész gyerek így van. Tehát a Básti Júli történetét is tudom. Tehát valóban minden színész gyerek, amikor eldönti, hogy színész akar lenni, akkor távol tartja magát a színész szülőtől. Tehát nem akarja semmilyen szinten, hogy függjön tőle. És akkor valóban az történt, hogy én a Nemzeti Stúdióban kitaláltam, hogy ne Csákányi névben legyek, ne a Csákányi legyen a nevem, hanem anyámat Kabát Mártának hívták, gyönyörű név különben, és szerintem isteni színész név. Állítólag a focista rokonom, ez csak úgy zárójelben mondom, de nagyon messzi szerintem. És akkor tényleg az volt, hogy Kabát Eszter, ez volt a nevem, és akkor egy napig, mert amikor felolvasták a népsót, hogy kik vannak ott, akkor bemondták, hogy Kabát Eszter, és hát én egyáltalán nem reagáltam semmire. És akkor mondtam, hogy az én nevemet senki nem mondja. És akkor kiderült, hogy ja, mondom, Jézusom, ez én vagyok,
És akkor rájöttem, hogy ez egy iszonyú nagy csacsiság. Hát minden szempontból, mert úgyis az van, hogy akkor majd azt mondják, hogy a Kabát Eszter, tudod, a Csákányi lánya. Tehát végül is ez egy örök és csodálatos kötelezettség. De egyébként a példaképed is volt? Tehát most azon túl, hogy az apukád meg hát, egy ismert. Hát én elképesztően szerettem őt. Tehát természetesen neki is voltak nagyon sok hibái, kegyetlen volt, kíméletlen, szóval sok minden volt. Szerintem a pályája nem úgy alakult, ahogy kellett volna, de annak ő volt az oka. Tehát ő egy sokkal visszahúzódott, gyávább ember volt, nem merte elmondani az igazát. Sajnáltam érte, illetve fájt, hogy nem volt elég erős, és ő tudta, hogy ő nem képes ezekre a dolgokra. Tehát ezért ezt még meg is beszéltük, tehát erről mi abszolút sokat beszéltünk, és ő mondta, hogy ő nem képes senkit fölhívni, őt, hogyha megbántják, akkor ő nem megy oda, és nem tisztázza a dolgokat. És, de ezen túl, tehát szakmailag félelmetesen nagy művész volt, és nagyon sokoldalú, maximalista, precíz, pontos, felkészült. Tehát én csak azt láttam, hogy mindene a munkája. Most neked mondtál, bocsánat, de most ez olyan, mint hogyha egy önvallomás lett volna, tehát róla pont ugyanezzel elmondhatom. Igen, valószínű én is ezt, tehát én is szeretek nagyon korán bemenni a munkahelyemre, tehát vannak ezek a dolgok, amik így valóban öröklődnek. De hát ez is azért van, azért a pillanatért az, amit megteszünk, hogy ott tökéletesek legyünk, és ahhoz valóban nagyon hosszú út kell. Olyan nem volt egyébként soha, hogy elfelejtettél bemenni egy előadásra, vagy? Dehogy nem. Volt egyszer. De szerencsére Pesten voltam, de is karácsony volt. Talizmán katonában, és nem írtam be, és akkor ott mondjuk fél hétkor, az például rögtön lebaltáztam őket, hogy miért most telefonálnak, miért fél hétkor, miért nem hívtak föl, ha tudták, hogy én mindig benn vagyok korán, mindegy. És akkor ott, és borzalmas forgalom volt persze, és akkor hét után értem be, természetesen kezdőszereplő voltam, tehát ez is, és hát akkor bemondták, hogy egy ilyen műszaki okok miatt csúszik az előadás. Így. De hát azt nem kívánom senkinek azt a fél órát, ha még én oda beértem. De ilyenkor büntetés van, megvonják a gázsit, abszolút, vagy plusz is kell fizetni, vagy ez hogy van? Igen, hát a gázsit nem vonják meg, mert azt, ha megvonják, már nem kap semmit. Nem, hát egy kicsit megbüntetnek. Nem. Szigorú. De szigor van, hál' Istennek, tehát ez ma is van. Színházukba elkésnek próbálom, minden az pénzbüntetéssel jár. Nagyon sokáig szabadúszó voltál, és akkor jöttek az önálló estek, meg a Pintér Béla társulat, de most megint társulati tag vagy. Ez neked szerintem fontos. Egyszer beszélgettünk évekkel ezelőtt, és akkor úgy fogalmaztál, hogy benned annyi vágy van, hogy társulathoz tartozál, de gyakorlatilag minden társulatnál már megvannak a, bocsánat, hogy így fogalmazok, az ilyen idősebb igen. színésznők, és nincs helyed, de mégis igen. lett helyed. Ez minek köszönhető hát, szerinted? Hát szerencse. Hát ezért bízom a tehetségbe, abban mindig bízom, tehát az nem tudom azt félrehagyni, vagy félretenni, hogy a tehetség szerintem az nagyon lényeges dolog. De a szerencse az majdnem ugyanolyan lényeges. Tehát, hogy jó időben, jó pillanatban pont ott. Tehát ez úgy alakult, hogy én a Pintér Bélával nagyon sokat dolgoztam, és remélem, hogy fogok is, és nagyszerű munkakapcsolatunk volt, de úgy azért éreztem, hogy úgy szeretnék csapathoz tartozni. És úgy alakult az életem, hogy forgattam egy sorozatot, a terápia sorozatot a Mácsai Pállal, akinek a szupervízora voltam, és hát ez egy két évados munka volt, és nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon jó lett a kapcsolatunk, egy nagyon baráti és igaz, őszinte kapcsolat lett, és akkor valahogy... hogy a Judit, a Pogány Judit az
ugye ott van az Örkényben egy nagyszerű kolléganő, és egy kicsit úgy mondta, hogy egy kicsit már kevesebbet játszana, mert elképesztő sokat dolgozik, és nagyon sok a munkája. És akkor a Pali ezt úgy meghallotta, és akkor valahogy így megérezte, hogy én oda úgy olyan boldogan mennék, és akkor így valahogy becsúsztam, és iszonyú boldog vagyok, hogy ott vagyok. Mert Pogány Judittel egyébként olyan érdekes, hogy annyira összekötött a sorsotok, nem? Tehát ugye Kaposvár, igen. Aztán a Katona, onnan szerintem titeket így volt? Katona... Hát az Elnöknők, az még ja, igen, megy, nem? Igen, tehát, igen, hogy ott azt játszátok, az hány éve, 20x éve, vagy már mennyi? Az Elnöknőket 23 éve játsszuk a Katona. Szirtességében, Pogány Judittel, meg te, ugye ott egy olyan szereped van, egy picit félkegyelmű nőt alakítasz, akinek óriás örömet okoz a WC pucolás. Tehát, hogy ez már önmagában... A szerepekért meghallok. Mert jó is áll neked különben. De nem, hát ez... Nem titok ez. Nem, de igazából abban a szerepben is az nagyon motivált. Valóban egy kicsit ütődött figura. De hát, hogy az ember. Tehát, hogy ennek a lénynek is, ennek a személyiségnek is van saját története, igaza, valósága, tehát nem úgy lesz valaki sérült, hogy azt eljátsza, hanem annyi minden valósága van, és az ember azt meg tudja fogalmazni, akkor kiderül róla, hogy sérült, az nem annyira lényeges, de az igaz lényeg. És hát az egy óriási munka, meg hát nem csak ez, hanem ott mind a hárman, amikor bemutattuk, a legjobb előadás volt abban az évadban, mind a hárman a legjobb színésznők lettünk. De mondjuk erre van egy nagyon jó pofa kis történetem, hogy hát az Ági meg a Jutka meg én, hát három erős karakter, három teljesen különböző öltözőbe öltözünk, imádjuk egymást, de külön öltözünk. És akkor mentünk valahova vendégszerepelni ilyen közeli országba, és három autóval, tehát mindenki a saját kocsijával ment, mert akkor az Ági még nagyon dohányzott, a Jutka is másfajta ember, meg én. Hát a vicc meg az, hogy még jöttünk hazafelé, akkor iszonyú hosszú volt különben az út, és zúgott az eső, és hát akkor még nem volt mobiltelefon, és akkor úgy valahogy éreztük, hogy valahol meg kéne szállni, aludni, és akkor a Pogány előttem úgy váratlanul kiment, vagy vett egy fordulatot, vagy volt egy panszió, és gyakorlatilag belementem. Tehát karamboloztunk még azon az estén, és még volt egy nagyon vicces, hogy elmentünk Olaszországba, ezzel a produkcióval, és akkor az Asher megkérdezte, hogy most akkor három repülőgép is kell. Mondtuk, hogy nem, jó lesz az egy repülőgép, és akkor ott még azzal tetőzött a kis sztorink, hogy hát tényleg három színésznő csomagokkal, meg pláne külföldön, meg még több csomaggal, és abban az időben nagyon, de hát mindig nagyon sok a háttérmunkásokban rettentő sok fiatal van, önkéntesek és szépek és tele izgalommal, és három nagyon szép öltöztetőnőnk volt. És ők előbb belibbentek a büfébe, mi hárman, az Ági, a Jutka, szatyrokkal, és akkor odajöttek hozzánk, hogy mutatnánk az öltözőket, mert azt hitték, hogy mi vagyunk az öltöztetők. Tehát ugye a három szép nő az a színésznő, és mi... Tehát, hogy mi azzal sok mindent megéltünk, és csodálatos sikereket értünk el a mai napig. Alapvetően te jól érzed magad, nem a bőrödben, tehát, hogy... Igen, igen, jól érzem. Hát elfogadtam, hát nem volt mese, tehát azért volt itt minden, tehát ugye azért csak sokáig nem vettek föl, meg az alkatom, tehát azért ezek mindig voltak gátak, de hál' Istennek pont ezekből a gátakból lettem én jó színész, vagy legalábbis reménykedem, mert ezek nagyon segítettek. A tagból azt gondolom, hogy más is így gondolja, hogy jó színész. Tehát kijátszom magamból a problémákat, és ezért nagyon örülök a problémáknak, az újabb és újabbaknak, mert egészen színes a paletta. De ha nincs, akkor ezek szerint csinálsz magadnak, hogy ki tudjad játszani magadból. Abszolút, sőt, olyan ilyen iker vagyok,
és ugye az a végletek embere, és akkor már, amikor érzem, hogy egy kicsit túl jó, akkor tudom, hogy na most, akkor biztos valami rossz. És ez így jól is alakul, tehát én ezt jól próbálom tartani a libikókát. A térdet hogy van? Teljesen jól működik? Hát a térdem az tulajdonképpen fantasztikusan meggyógyult, és ezt köszönhetem Hangodi professzornak tényleg. Az egészen brilliáns a térdem, a műtött térdem. A másik térdem az így alakulóban van, azt még úgy próbálom húzni, tornázom, hát bízom benne, hogy talán nem. És akkor tényleg mondtam Hangodinak, hogy milyen isteni, nem vagyunk százlábúak, mert akkor egy életen át más se csinálnám, csak a térdeimet műtetném. De jól vagyok. A térdem jól van, többet nem mesélek. Olvastam valahol, és innen jött a kérdés is tulajdonképpen, illetve nem innen jött, mert a kérdés onnan jött, hogy amikor legutóbb találkoztam veled egy hasonló talk show-ban, akkor onnan mentél a térdműtétedre, és azért pár évvel, akkor még csak fájdogált. Csak most olvastam egy olyan megható interjút, ahol elmondtad, hogy gyakorlatilag a Kulka János volt az, aki ott állt egy csomószor az ágyadnál, és hogy a ti barátságotok az annyira mély, hogy folyamatosan egymásról tudtok táplálkozni. Igen, ez egy valóban egy most már 40 éves barátság, és hát ő egy Kaposvárra szerződött Pécsről, és gyakorlatilag onnantól kezdve mi nagyon-nagyon jóba vagyunk, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sokat nyaraltunk együtt, nagyon sok ünnepet ülünk együtt a mai napig, úgyhogy ez egy örök nagy találkozás. Jól van, János? Jól, egyre jobban van olyan értelemben is, hogy most úgy tűnik, hogy bátran elkezdett dolgozni. Két munkája is lett most egyszerre, és nyáron Szegeden lesz egy Don Juan, amiben én is fogok játszani, és ő is, úgyhogy most még arra nagyon készülünk, hogy majd Szegeden együtt kicsit nyaralunk, meg egy dolgozunk. A szilveszteri műsorban sem szerepelhettem, de én ezeket egyáltalán nem bánom, tehát pláne, hogy bele is pislattottam abba a műsorba. Ősanya díva vagy balesz patkány, ugye vigyázol magadra, nagy láb. Pintér Béláról már ugye beszéltünk előbb, és azért Pintér Bélánál te nagyon sokszor a szerepeiden keresztül kénytelen voltál politizálni, de hát nem csak Pintér Bélánál játszottál olyan szerepeket, amiben politika jelen van, hanem játszottad Brezsnyev lányát is, láttam. És azért nagyon sokszor harcosan szoktál kiállni a nézeteid mellett. Ez a bátorság, ez akkor honnan jön? Mert előbb azt mondtad, hogy apukád nem annyira... Nem volt annyira bátor az apu, talán pont ezért lettem én bátor, mert nem volt annyira bátor. Meg hát néha azt gondolom, hogy egy művésznek kötelessége és felelőssége beszélni a saját gondolatairól, az érzéseiről, és én ezt követem, és hogyha erre van mód, akkor én elmondom és kimondom a gondolataimat, és teszek érte, hogy az ki is derüljön. Hát ez volt is erre nem is egy példa. Hátrány is ért egyébként? Tehát, hogy észrevehető volt, hogy... Hát olyan, hogy mondjam, tudom, hogy munkákat nem kaptam meg, ezért konkrétan nem is oly rég. A szilveszteri műsorban sem szerepelhettem, de én ezeket egyáltalán nem bánom, tehát... Pláne, hogy bele is pislantottam abba a műsorba, de úgy tényleg úgy érzem, hogy annak így kell lenni. Tehát az egész pályámon úgy volt, hogy olyan munkáim, amikor engem beválasztottak, mert
azért én tényleg egy eléggé szélsőséges alkat vagyok, és ha beválasztanak egy munkába, az mindig nagyon, nagyon harmonikus és jó. Tehát persze harcos, mert ugye nagyon erős egyéniségek harcolnak a saját gondolataikért, de azért az mindig nagyon-nagyon izgalmas találkozás. Úgyhogy én nem bánom, hogyha valaki megijed tőlem, vagy nem akar velem dolgozni. Ezt tudomásul kell venni. A titkainkat ti bemutattátok Amerikában, és volt egy amerikai turné, ott hogy fogadta? Hát az egy nagyon nagy kaland volt, mert eleve ugye a Barisnyikov csodálatos nagy táncos hívott meg minket, és az ő színházában játszottunk. Hát ugye az ő sorsa is kicsit hasonló a mi helyzetünk között, ugye disszidált, és sőt, hát hogyha ő halára is volt ítélve, úgy tudom, hogyha hazament volna, akkor elég komoly büntetése lett volna. Tehát ő egy ilyen nagyon-nagyon harcos fiú, és eljött megnézni ezt az előadást, csak ezt az előadást akarta megnézni, mert egy fesztivál keretében volt Magyarországon, és azonnal meghívta. És elképesztő sikere volt, és tökéletesen értették az amerikaiak, úgyhogy az egy óriási, ez tavaly előtt volt, és pont januárban is annyira nagy erős emlékem, és hát a vele való találkozás az meg mindennel fölért. Mi minden? Hát ez egy olyan pasi, hogy így meghalsz. Tehát, hogy 70 éves elmúlt, és olyan erotikája van, és olyan tehetsége, és hát annyira megrázó volt számomra, hogy elmesélte, hogy hát van egy Nizsinszki estje, ami körülbelül másfél óra, abba táncol mondjuk fél órát, egy órát mesél, és ez a fél órához 3 óra bemelegítés kell. A fél órához. És hát egy csodálatos alkat, tehát táncos, tehát egy gram plusz nincs rajta. És akkor így mondta, hogy azért most már úgy elgondolkodik, hogy megéri ez a 3 óra, azt a fél órát. Tehát hogy, de hát elképesztő művész, mert iskolái vannak, tanít, több országban van iskolája, tehát egy nagyon-nagyon komoly művész. Azt nem bántad egyébként, hogy annó téged nem vettek fel a balett intézetbe? Igen, hát most legyünk őszinték. De hál' Istennek a tánc iránti vágyamat azt nem vették el, és valóban, tehát ez azért nagyon vicces történet, amit különben már sokszor elmeséltem, de tényleg abszurd, de nagyon igaz. Én olyan 13-14 éves koromig olyan vékony voltam, hogy elképesztő, tehát a kis combjaim így álltak, vékony kar, tehát elképesztő, csak amikor nővé váltam, akkor kezdtem erősödni, de 6 éves koromban még 2 pálcika láb, és ide föl a láb, és minden, mert persze balettoztam 4 éves korom óta, a Feleki Kamil feleségénél mindenki oda járt abban az időben, és elmentem felvételizni, fölemeltem spárga le, angol spárga, minden, és akkor a igazgatónő azt mondta, hogy a Csákányi miért küldi el ide a mackó lányát? Ez. És akkor persze én utólag tudtam meg, hát az apám még csak később mondták, és ők is ilyen, hogy lehetett az Eszteret, hogy 3 kiló, meg minden. De hát nyilvánvaló pontosan tudta az a szakember, hogy ez egy vastag csontú lány lesz. Többek között vastag csontú. De nem bántam meg, imádok táncolni, tehát az a vérem, tehát az anélkül nem tudnék élni. Tehát olyan csodálatos volt, hogy ugye az ember már ebben a korban már nem mer annyira ezeken a bulikon táncolni, már nem merek, mert... Már milyen bulikon? Kicsit, hát ilyen premier bulikon, hát hál' Isten ezek még vannak, tehát... És oda elmerek menni, hát mondjuk így szórakozni, nem merek elmenni, hogy Jézus meg. De amikor a Madács színházban játszottam az első Erzsébet, tehát a Szerelmes Shakespeare, akkor egy hatalmas buli volt, de tényleg őrületes nagy. És akkor már fönn de hát az egy óriási gyár az a Madács, tehát rengeteg ember dolgozik, hát mindenféle táncos, millió ember. És akkor egyszer csak mondták, hogy le kell menni a pincébe,
és néztem, körbe a hajnal volt, elmegyek a pincébe, hát most mi történik? És akkor lementem a pincébe, és akkor egyszer odajött hozzám egy fiú, bemutatkozott, és mondta, hogy annyira szeretne velem táncolni. És reggel 4-ig táncoltam egy fiúval, és annyira boldog voltam, és csodálatos volt, csodálatos, és ez jó, ez nekem. De az igaz, hogy te, én nem tudom, hogy mi a pontos neve, valami elektronikus tánc zenei parti, vagy én nem tudom, hogy... Várjál, nem ilyen acid parti. Acid parti, ez ilyen, az acid, hogy ilyenekre hát jártál tánc? Hát azért nem. Hát kíváncsiságból elmentem, de a kíváncsiság mindig hajt, a mai napig különben. Csak az most már csak az, hogy el kell vinni, tehát hogy valaki vigyen el. Hát egyedül nem megyek el, de ha valaki szól, én boldogan elmegyek. Tehát inkább most az a probléma, hogy már nem szólnak. De akkor szóltak, és emlékszem, hogy az valami döbbenet volt, nagyon rég, akkor is valami nyári munka, és akkor éjszakába be, és akkor egy ilyen, akkor volt ez, akkor kezdődött ez az elektronos zenék, fény, tehát az egész így ment, tehát tényleg ott álltam, nem értettem, hogy úristen, mert persze nekünk is megvolt, hát én is végigcsináltam 20-25 évet Kaposváron, tehát mi is rengeteget táncoltunk, mi ezt alkohollal oldottuk meg, ezt a lazaságot. De hát nyilvánvaló, hogyha engem látott egy nagyon józan ember, ugyanazt mondta, hogy ez nem normális, mi ebben a jó? És gyakorlatilag ugyanezt történt, hogy ott álltam, és mondtam, hogy ez micsoda. Tehát egy dallamot nem hallok, egy dallamot, csak valami dobot, és a fények mennek, és boldog emberek rászkódnak benn. És akkor mondta egy kollégám, hogy Eszter, gyere be, és hidd el, hogy nagyon jó. De mondta, hogy emberek bele bemenni, hát nem tudok ide be. Nem oda már nem mentem be. De hogy nyilvánvaló, tehát ez egy tény. Tény, hogy a generációk változnak, és más ugyanúgy élvezi ő, mint ahogy én élveztem a kaposvári éveket. Vagy például annyira emlékszem, hogy az apám azt mondta, hogy a Beatles bejött, és akkor, hogy ő nem bírja ezt a dobot, ezt a Beatles-re mondta. Hát mondtam, hogy apu, mondom, hogy ez egy csodálatos zene, hát annál nincs izgalmasabb, hát abban semmi durva vagy semmi, de hogy ő azt nem bírja. És gyakorlatilag ez történik, és ezért el kell fogadni. Tehát inkább még egyszer ezt a szót, hogy ez a kíváncsiság, hogy én szeretném megérteni, és valószínű, hogy ez az ő történetük, tehát hogy ők nyilvánvalóan ugyanúgy élvezik. Tehát ez csak én nekem ez tényleg egy picit furcsa, hogy csak egy pici dallam, vagy valami kis, hogy felismerjek valamit, de nem. És hát, de például a Vajdai Vilmos kollégám az elképesztő zenei kultúrával él, és akkor föltesz ilyen csomagokat, és én azt tényleg mindig meghallgatom, vagy a Palotait, szóval én valóban szorgalmas vagyok ez ügyben, és érdekel. De már kimondtál egy kulcs szót nevezetesen, hogy a generációk máshogy is máshogy, de nyilván azért ugyanazt az élményt akarják megélni. Amikor ezt fölhívtam, hogy szeretném, hogyha a vendégem lenne, akkor egyből igent mondott, annyit kért, hogy figyelj, Kaposváron már ne beszélgessünk, mert én azt már nagyon unom. Mondtam, hogy oké, én nem is hoztam szóba igazából. Nem, csodálatosan kérek szépen egy csillagos ötöst ezért, de te azért beszéltél róla, mert nem tudod megélni, mert a lényednek a része. Szuper. De azt mondta, hogy ami viszont őt nagyon izgatja, az a generációk közötti együttműködés, nem a különbség, hanem az együttműködés, mert hogy ezek szerint te szeretsz fiatalok abszolút társaságában abszolút lenni. Hát úgy, megdolgozni velük. Megdolgozni, úgyhogy természetesen gondoskodtunk arról, hogy Adegy ne érezze magát egyedül a színpadon, ad kettő jöjjenek fiatalok, úgyhogy az Örkény társulatából három kollégáját hívtuk meg, úgyhogy a Krizsó színpadán fogadják nagyon sok szeretettel Patkós Márton, Jéger Zsombort és Novkov Mátét. Hát nagyon-nagyon jól néztek ki, csak így akarnám jelezni. Három hőstenor, igen. Azért nem annyira jellemző, ugye, hogy bárhová mentek, ugyanúgy néztek ki, tehát hogy ezt most kifejezetten Nem, ez az én ötletem volt, vagy nem azért, csak megpróbálom megmagyarázni, hogy legyünk egy úgy egységesek, hogy ha kísérjük az Esztert, már hogy fogjuk kísérni, vagy ezt még...
mondjam el, de szerintem kiderül. Egyébként volt, hogy ez nem a kérdéskártyát. Legyünk ilyen kicsit úgy elegánsak, hogy mégse vegyük túl. Lazán elegáns. Igen. És valahogy ráéreztünk a feketére, de ez csak a vét. Nem, ez teljesen nagy. Szóval nem járjuk így az országot. Vagy hát lehet, ki tudja, hogy ezek után mi lesz, de igen, ilyen kis vándortársulat hárman, igen. Amikor először találkoztatok, akkor egyből lehet azt mondani, hogy szia, vagy hogy csókolom, vagy ez hogy szokott lenni így színész kollégáknál? Na. Hát hogy volt? Ti hamarabb dolgoztatok az Eszterrel, és emlékszem, hogy én irigyeltem már ezt a kapcsolatot, ami ott már kicsit ott megpuhult. Aztán valahogy mi is megértettük. Nem tudom, ők nagyon-nagyon tisztelettudóak, tehát én nem tudom konkrétan, hogy remélem nem nénisztetek. Nem. Nyitottunk egy ilyen elegáns csókolommal, nyitottunk, igen, ez egy ilyen szerb a roncs volt, igen, és akkor utána igen, volt egy ilyen lazulóksziak. Igen. De különben egyébként van bárki, akivel te magázódsz szakmán belül? Biztos, persze. Mondjuk nálam idősebb. De persze, férfiak, ami persze, van. De nálatok egyébként ez kérdés, hogyha találkoztok egy nálatok valamivel idősebb kolléganővel, hogy akkor azt most hogy lehet köszönni, vagy akár férfiakkal is, vagy ez már így a szakmán belül, ez már... Nem úgy van, hogy ha ő letegez, akkor te visszategezed, meg szerintem színésznőknek ez imponál valahogy, hogy így visszasziázod, vagy én mindig ezt érzem, hogy... Imponál ezt te? Hogy... Tessé, én nem imponál? Persze, abszolút. Leszihezni. Egy ilyen kollégáris viszony, az így egyből alakuljon ki. Mert mondjuk attól is függ, hogy hol találkozunk meg miért. Hát az nagyon lényeg. Az nagyon lényeg. Mondjuk egy ilyen aszport. Véletlen a WC-be talán. Akkor mehet, ott a csókolom. Ott nem sziházunk azért. Milyen aranyosan nevetsz, még se hallottalak így. Ezt mi váltottuk ki belőled, vagy a... El is pirultam, de ez a legviccesebb. Jaj! Ti egy osztályba jártatok a főiskolán, és így kerültetek az Örkény társulatába. Jó ott lenni? Tehát, hogy ez befogadó? De abszolút, nem, tényleg. Nem, Marci, igen, te is beszélnél. Itt vagyok, figyelj. Te nagyon sokat beszélsz. Hát előbb voltunk ott, mint az Eszter, tehát igazából... Tehát akkor ti fogadtátok be gyakorlatilag, igen, az Esztert? Igen. Kinyitottuk a kapukat, és akkor... Igen. Azóta mázli, hogy ráérnek, mert... Nekem az első találkozásom a Hitszeretet reményben volt az Eszterrel, amikor a stúdióba próbáltuk, és az első pár nap bejött, és hát nyilván tudtam, hogy ki ő. És akkor hát úgy gondoltam, hogy ha már úgyis kollega, akkor lehet nézni. Tehát így néztem, hogy most semmi reakció, csak ilyen nézések, és akkor egyszer csak előkaptam a telefonomat a nézőtéren, tehát nyilván nem volt régen. De azt elfelejtett mondani, hogy a próbát nézted. Igen. Hát a nem, próbát hát nézte, amit én próbáltam. Lement, fölültem hátul, tehát nem engem nézed, igen, mint nő, azt, hanem igen, na, próbát nézte, az SMS-eket, a színésznőt. Az első beszélgetésem az volt vele, hogy gyere! Jaj, de jó, mondom, kezdünk. Oda mentem, hogy igen. Ha még egyszer a telefonodat előveszed, miközben próbálok, nem leszünk jóba, és mondom, Jézus Mária! Hát vagy tényleg igaza volt, hát persze, igen, hát és akkor utána meg kiderült, hogy az ember dolgozik, és akkor valaki ott, hát persze, hát, és nem figyel. Persze, igazad is volt, igen. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattál. Nektek az egyébként erőt adott, hogy egyszerre kerültetek egy társulatba? Tehát, hogy tudtátok persze egymást támogatni? Persze, hát hogy így frissiben kijöttünk az egyetemről, ráadásul akkor kezdtük a harmadik évet talán, amikor az első munkánkat csináltuk ott, a Hamletet, és hát nyilván persze így a családból, tehát hogy így egyből így... De ki volt az osztályfőnököt? Bagosi László, Rába Roland, Pelsőci Réka, és szerint abszolút volt egy egyfajta ilyen könnyebbség, hogy így nem az, hogy egyedül ilyen remegő kézzel, hanem hogy így öten remegő kézzel, de hogy igen, tehát hogy együtt jöttünk. Kicsit ott meg. Igen, nem megáll, logopédushoz jár, igen. Nem, ez a lényeg, tényleg, hogy együtt sokkal erősebbek a fiatalok, és tényleg mindig az pályám során is mindig az volt, hogy ahol együtt volt a jó csapatot, mindig nagyon jól lehetett dolgozni, és biztonságban. Azt kéne csinálni szerintem, hogy akár most meg is mutathatnátok, hogy igazából mire készültetek. Ez a Gotár Péter filmjében van ez a dal, az Idő van, amit a Cserháti Zsuzsa énekelt,
és akkor az egyik nagyszerű kollégánk Máté Zsoltot megkértem, aki tulajdonképpen egy igazi költő, és megkértem, hogy ehhez a dalhoz írjon egy rappet, és boldogan vállalta, és hát szerintem szenzáció szöveget írt, és a Kákonyi Árpád pedig segített a zeneileg összeállítani ezt a munkát, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez összejött. Idő van, csak azt ne hitt, hogy félek. Nem félek, már nagy baj van, ha nem néznek oda. Idő van, annyi minden régi, és annyi új eltelt. Istenem, annyit szól a rohadt idő. Komolyan kéne venni a kurva időt. 35 időt, 47 és 84 idő. Aki hallja, adja át, nem félek, csak tudom, hogy nagyon hamar meg fogunk öregedni. Aki hallja, adja át, rettenetesen várom, mert kíváncsi vagyok arra a percre, hogy idő van. Aki hallja, adja át, nem félek, csak tudom, hogy nagyon hamar meg fogunk öregedni. Aki hallja, adja át, rettenetesen várom, mert kíváncsi vagyok arra a percre, hogy idő van. Komolyan kéne venni, komolyan kéne venni, komolyan kéne venni. Idő van. Komolyan kéne venni, nem mi vagyunk az idő urai, az élet söpör, akár a cunami. Valami bánt, ami elmúlt, elmúlt, ne bánd, aki hallja, adja át. Valaki talált tárgyat, talált féltve őrzött tenyérmeleg másodperceket, melyekkel gurigáztak vásod gyermekek. Szőke kis szívek szakadtak szerte szét, az idő süketítő halk neszét hallani. Nem nyomja el a test, beszéd, tegye fel a kezét, akinek a félelem elvette az eszét. Tükörben a szörnyetek, ott reket, felnevet. Fejed felveted, szellemes, egyenes derék, csak a hajtás. Törik a tartás, mint a jégzajlás. Borul a balansz, zuhansz, marad a sansz, hova maradsz? Lakik-e ott valaki még? A mozdulat szép, lép a kép, de gátol a fék. Szabadul a karki cép, hogyha ki engeded a fejed, megint felszeged a helyed, újra tervezed. Így lesz a cserebogárból hattyú halál. Kívül légies, belül akár a sakál. Ősanya díva vagy balesz patkány, ugye vigyázol magadra, nagy láb. Így lesz a cserebogárból hattyú halál. Kívül légies, belül akár a sakál. Ősanya díva vagy balesz patkány, ugye vigyázol magadra, nagy láb. Komolyan kéne venni. 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 Idő van. Csátányi Eszter, Patkos Márton, Jéger Zsombor és Nepkok Máté voltak a vendégeim. A szerelőre az a közhely Magyarországon, hogy azt mondta, hogy jönni fog. És abban a pillanatban, hogy bejöttem,
meghallgatta, és már írta is be a kis számítógépbe, hogy ez a Hevér Gábor nevezető ember, ennek ilyen és ilyen a hangkaraktere. És egy hónap múlva felhívott, hogy lesz valami Titanic nevű film.